Szeretett testvéreim, olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv 26. részének első 17 versét. Hosszú a felolvasás, de mivel harmadszor olvasuk Pál megtérése történetét, ezért most egybe olvasok hosszabb részt. Agrippa erre így szólt Pálhoz. Megengedjük, hogy szólj a magad mentségére. Akkor Pál kinyújtotta a kezét, és védőbeszédet mondott. Boldognak tartom magam, Agrippa király, hogy mindazok ellen, amikkel a zsidók vádolnak, ma előtted védekezhetem. Mert te kiváló ismerője vagy a zsidók minden szokásának és vitás kérdéseinek. Kérlek azért, hallgass meg engem türelemmel. Életemet, amely kezdettől fogva népem között és Jeruzsálemben folyt, ifjúságomtól fogva ismerik a zsidók mindnyájan. Mivel ők kezdettől fogva ismernek, tanúsíthatják, ha akarják, hogy kegyességünk legszigorúbb irányzata szerint éltem, mint farizeus. Most is amiatt a reménység miatt állok itt vád alatt, amelyet atyáinknak ígért Isten. Ennek a teljesülését reméli 12 törzsünk is, éjjel-nappal álhatatosan szolgálva Istennek. Ezért a reménységért vádolnak engem a zsidók, Agrippa király. Miért tartjátok hihetetlennek, hogy Isten halottakat támaszt fel? Én egykor elhatároztam magamban, hogy mindent meg kell tennem a názáreti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokat börtönbe vetettem. Amikor pedig megölték őket, én is ellenük szavaztam. A zsinagógákban mindenfelé gyakran büntetéssel kényszerítettem őket káromlásra, sőt ellenük való féktelen örjöngésemben egészen az idegen városokig üldöztem őket. Egyszer éppen ilyen ügyben utaztam a főpapok felhatalmazásával és megbízásával Damaszkusz felé. Déltájban az úton láttam, ó királya, mint a mennyből a nap fényénél is ragyogóbb világosság sugároz körül engem és utitársaimat. Mikor pedig mindnyájan a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám héber nyelven. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Erre ezt kérdeztem, ki vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak-e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek. Szeretett testvéreim, lassan megtanuljuk Pál apostol megtérésének a történetét. Ott áll a fogoly Pál, Agrippa király, Berenike, a helytartó Festus a város előkelői előtt, és akkor Agrippa király megszólal olyan leereszkedően, hogy megengedtetik neked, hogy szólj. És nem Agrippa engedte meg neki, hanem aki megígérte, hogy leszel nekem tanunk királyok előtt is, részelteti Agrippát ebben a kegyben, hogy ő első szájból az elhívott apostol szavaiból kap bizonyságtételt. És lehetne ebből kiemelni sok mindent, de
Nekem most a legfeltűnőbb egy párosítás. Mégpedig az, amiben arról beszél Pál, hogy én egykor elhatároztam magamban, hogy mindent meg kell tennem a názáreti Jézus neve ellen. Elhatároztam magamban. Testvéreim, ez a bűn lényege, hogy elhatározom magamban. Persze azt határozom, hogy engedelmeskedek Istennek, akkor az nem bűn. De értitek? Hát így élünk. Elhatározom magamban. És hát hogy képzeljük? Hát Isten alattvalói, az ő gyermekei, hát azok nem elhatározzák magukban, azt igen, hogy szót fogadnak Istennek, hanem megkérdezik, hogy Uram, akkor mi is a következő lépés? És jó nekünk, akik gyermekei vagyunk, mert a feleségemmel együtt mi a reggeli imáinkban rendszeresen belevesszük, hogy Urunk, a te kegyelmedből kérjük, hogy jelöld ki a következő projektet. Egy-egy szakaszt, amelyikben úgy jellemzőbben tudjuk, hogy most például sógornőmhöz utazunk, majd érsekcsanádra, egy kicsit segítsünk neki, meg az ő egyedül létét is megtörjük. Ezek olyan havonta, másfél hónaponta ismétlődő események. Nos, a között, vagy az annak is a menetét tőle kérjük el. És nyilván meglepő lesz a hallgatóknak, ha azt mondom, hogy ebben a menetben az is eszembe jutott, de akkor személyesen fogok neki kiált adni, hogy például az érsekcsanádon engem figyelő testvérek, akik bejelzik napról napra, hogy hallgattuk, tetszik, testvéreket jó lenne összegyűjteni, vagy meghívni egy beszélgetésre, hogy ott ismerkedjünk újra régi iskolatársak, vagy fiatalabbakkal, néhányukkal, de ezt mind úgy kérjük el, hogy Uram, ami te akarsz, azt erősítsd meg bennünk. És itt meg is látjuk az elhatároztam magamban ellentéte, amikor már megszólította őt az Úr, és ezt mondja, de kelj fel, és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Értitek? Hát nem csak Pálra érvényes ez, hogy szolgává tegyelek, és tanúbizonyságom légy, hanem rád is, meg rám is. Hogy igenis igazodjam az én Uramhoz, és legyek a tanúja Jézusnak ebben a világban. Ez az ember küldetése, ez persze nem azt jelenti, hogy állandóan mondom, hanem az életemnek alap beállása, hogy én Isten gyermeke, az ő szolgája vagyok, nem csak a lelkész, minden hívő ember, aki őrá figyelek, és tanúbizonysága vagyok ezen a világon, ahol ő erre alkalmat készít. Ahogy itt Pálnak alkalmat készít, hogy ezek előtt, az előkelőségek előtt Jézusról tegyen tanúbizonságot.